sajnos tegnap vereséget szenvedtünk a Szexártól egy olyan mérkőzésen, amelyiken legalább egy pontot érdemeltünk volna, de akár még a győzelem is meg lehetett volna. Jó, kezdtük ismét a mérkőzést, ami már azért ránk jellemző. Domináltunk, nyomás alatt tartottuk az ellenfelet, jött is a gól. Gól! Szenti! Utána rá 5 percre jött egy ajtóablak zicser, sajnos az kimaradt. Utána pedig egy mezőnyjáték folyt a pályán. Igazából ott már nem tudtunk kialakítani lehetőségeket, és a semmiből egyenlített a Szexárd. Az a Szexárd, amelyik azért elég komoly játékerőt képvisel, próbáltak fotbalozni, gyorsak voltak, úgyhogy nem volt könnyű ellenük. A második félidőben igazából cseréltek is, mert azért látták, hogy hol vagyunk erősek, és már nem tudtunk úgy a széleken mögéjük menni, és hát sajnos egy kontrából volt kaptunk, és onnantól kezdve elkezdtünk futni az előmény után. És idegessé kapkodóvá vált a játékunk, mégis is voltak lehetőségeink, sajnos nem tudtunk élni vele. Sajnos ez nem jött jókor, bár ugye a vereség soha nem jön jókor. Ez most kimondottan rosszkor jött, mert én úgy érzem, hogy a csapatban benne volt legalább az egyik pont, persze azzal se dőhettünk volna hátra. Sajnos most két vesztes meccs után vagyunk, és ráadásul olyan vesztes mérkőzések után, amelyik mind a kettő nyerhető lett volna. Úgyhogy azért ezt megviselte a csapatot. De hát tudtuk, hogy nem lesz könnyű ez a tavasz. Még azért, sőt, abba abszolút lehet bízni, hogy a csapat fizikálisan nagyon rendben van. Mentálisan ezek a vereségek azért megcibálnak minket, de a hétközi edzéseken külön hangsúlyt fektetünk a mentális dolgokra. Úgyhogy hétvégén megint egy olyan csapat lép pályára, amelyik mentálisan is erős lesz. És ugye itt rátérve a Budafok elleni mérkőzésre, ugye a Budafokot nem kell bemutatni. A legkisebb különbség a pályán lesz majd. Tele NB1-es komoly múlttal rendelkező játékosokkal. Ráadásul ugye vezetik is a bajnokságot. Hát igazából ilyenkor lehet megmutatni az oroszlán körmeinket, hogy ahogy tettük ezt a Kiveszten Miklós Dunói város megerősebb karéverű csapatok ellen, hogy igenis felvesszük velük minden téren a harcot. Úgyhogy abszolút nem feltett kézzel megyünk oda, sőt, ugye a mi üzletünkben égető szükség van a pontokra. Természetesen a csapat biztosok benne, hogy ezen a mérkőzésen is mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy jó eredményt érjünk el. De azt tudni kell ugye, hogy még a bajnokságnak ez a mérkőzés után sem lesz vége. Tehát úgy kell nekünk játszani, hogy bármi is legyen az eredmény, az ne rombolja le a csapatot mentálisan, mert fizikálisan nem tudja, de mentálisan ne. És én akkor biztos vagyok benne, hogy a legvégén, amikor megküzdtek a vonalat, akkor a Dabas nem fog maradni az NB3-ban.